nyugodtan lehet jó sok rajta. Próbatálalásra készülnek a Textúra konyhájában, a fesztivál előtti napokban. Mennyit melóztok egy ilyennel? Tehát mióta dolgoztok ezen a 600 adag? Vagy 600, vagy szóval, hogy annyira cuki vagy, meló? Hogyha 600-700 adagot kéne kivinni, akkor az egész csapat nagyon boldogan összeütni a kezét, hogy de jó, csak egy napot tényleg? Vesz igénybe. Tényleg? Figyelj, nekünk a Gurmi Fesztivál mindig 3-5 ezer adagételről beszél. Rengeteg. Többhetes előkészítés, ötlet, alapanyaglista, mesterleves megfőzése és többszöri kóstolás után végre összeáll az étel, amit a Gurmé Fesztiválra visz Sárközi Ákos, illetve a Textúra és a Borkonyha éttermek. A teszteléskor derült ki, hogy a koriandert nagyobbra kell vágni, mert úgy jobban érvényesül a kókuszból készült tálban, de a leves színén is még dolgozni kell. Dávid Zsombor, aki a kezdetek óta a Textúra tagja, vállalta, hogy megfőzi a fűszeres kókusztejes tájleves alapját. Persze a többiek is besegítettek neki. Pontos receptet készített, összeírta az esetleges allergénokat, közben folyamatosan egyeztetett a séffel. Az a lényeg, hogy mi úgy akarunk bemutatni majd ételeket kint a fesztiválon, hogy nem az van, hogy kiveszem a hűtőből a lefőzött ételt, és akkor tessék viszlát, el lehet fogyasztani, hanem hogy lássák a vendégek, hogy hogy készül, hogy mennyi meló van belepakolva, hogy amit ott látnak, hogy 5 perc alatt összerakunk egy ételt, az hetek sok-sok munkája előzi meg, hogy az úgy legyen összekészítve. Csak a levesből végül 1600 adag készült. Még azt is pontosan kimérik, hogy hány percig följön a tészta, de ugyanígy vannak a bélszín súlyával is. Fontos ugyanis, hogy minden vendég ugyanakkora adagot és kiváló minőséget kapjon. Gondoltad volna, hogy ilyen sokan lesznek? Tök jó. Nagyon jó, hogy ilyen sokan vannak. Erről szól az egész fesztivál, amikor végre szemtől szembe találkozhatunk a vendégekkel, és tök jó lehet velük beszélgetni, mert meg tudjuk mondani minden, a receptúrát, hogy készült az étel, miért ezt hoztuk. Ezáltal indul egy kommunikáció, és tök jó. Én ezt szeretem a legjobban, amikor tudunk beszélgetni. A főételt Puskás Csaba a Borkonyha konyhaséfje találta ki. A nagymama nudli a fesztiválon debütált. A nudli szarvasgombával készült, amit savanyított római salátával és reszelt tojással tálaltak. De a desszert sem hétköznapi fogás volt, illetve de, csak édesen elkészítve. Egy klasszikus túros tésztával fogunk érkezni. És a túros tészta hogy jó? Polcukorral, meg szalonnapörccel. Na, és mi ezt kombináljuk? De nem főételként, hanem desszertként fogjuk majd megmutatni a vendégeknek. Sárközi Ákos 3 rétegre osztotta az örökséget, ami a fesztivál idei fő témája. Egyszer az örökség, mint borkonyha, mint gasztronómia, mit adtunk, mit tanultunk, hogyba fejlődtünk. Akkor van az örökség része, amikor továbbadjuk a tudást, és a fiataloknak adunk lehetőséget és teret arra, hogy megmutassák magukat. A harmadik, meg a család. Én is kihozom a nagylányomat, Zsófit. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek, kövesd a Norbert Ádám YouTube csatornámat, és legyünk barátok Instán is, ott is Norbert Ádám vagyok.